mögöttem lévő közösségi teret, a Talmud Bar Mekon 4 pályázat keretében nyertük el. És ennek a pályázatnak volt egy olyan feltétele, és az iskolának 3 közösségi rendezvényt kell szervezni. És miután az interneten felfedeztük, hogy egy rutinos székesfehérvári mentőtiszt újraélesztéssel kapcsolatban tart gyerekeknek, fiataloknak előadást, egy programot, úgy gondoltuk, hogy ezt megszervezzük. Közben kiderült, hogy erre a programra egy budapesti iskola 500 fővel egy rekordot is bejegyeztetett. Mi nem akartunk rekordot bejegyeztetni, de azt a célt tűztük ki, hogy meghaladjuk ezt az 500 főt, ezért felvettük a kapcsolatot a Prúdi gimnáziummal. Így a mi felsőségünk, illetve a Prúdi gimnázium diákunk által beszervezett középiskolások vettek részt ezen a programon, összesen 700 fővel. A program arról szól, hogy az életben mindig előfordulhatnak tragédiák, és hogy hogyan kezeljük ezeket az esetleges tragédiákat, mit teszünk, és ennek kapcsán egy viszonylag egyszerű, gyerekeknek érthető módon előadott újraélesztési gyakorlatot mutatott be a mentőtiszt, aminek igazából két lényegi eleme van, az egyik a szívmasszázsnak a sebessége, a másik pedig a szívmasszázsnak az erőssége. Én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon élvezték, és valószínűleg ettől nem váltak rutinos újraélesztőkét, de legalább odafigyelnek, és hogyha később lesz lehetőség komolyabb formában megtanulni ezt az újraélesztési eljárást,